adventi ünnepség, prózamondó verseny, roham a húsboltokban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 20-án 18 óra 5 perckor. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő az adventi koszorú negyedik, azaz a szeretet gyertyáját gyújtotta meg a Szent István katolikus templomban tartott adventi ünnepségen. Vasárnap a karcagi római katolikus templomban meggyújtották a negyedik adventi gyertyát. Hagyomány már, hogy Sári Kovács Szilvia alpolgármester elhozza Debrecenből a betlehemi lángot. Így volt ez most is. A lángot Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos fogadta, és gyújtottak meg róla egy gyertyát. Az advent negyedik vasárnapján közelebb kerülünk a karácsony ünnepéhez és a karácsony titkához. És öröm van a szívemben, és remény, hogy lassan elfelejtünk, hogy nem fenyőfa ünnep van, hanem Jézus Krisztus születését ünnepeljük meg. Remény van a szívemben azért, hogy ezek a gyermekek, akik a karácsony misztériumát bemutatták nekünk, hogy azok a négy énekek, amelyeket most énekeltek nekünk, majd akkor, amikor megöregednek, akkor is az lesz a szívükben, és majd ők is továbbadják a gyermekeinknek, unokáinknak. Mint hogy annak idején mi is megkaptuk ezeket a szív emlékeket és énekeket. A karácsony titkát Babits Mihály így fogalmazza meg. Becsesnek láttatta a földi test boldos ruháját, hogy fölvetted ezt, és nem vérted rossznak a zord életet, de kiről zenni, hogy megszületett. Igen, a karácsonynak ez a misztériuma, hogy a második isteni személy fölvette a mi emberi természetünket. Velünk együttérzővé lett. Az Istennek a mérhetetlen szeretete pontosan abban mutatkozik meg, hogy azonosul velünk emberekkel. Hogy Jézus Krisztuson keresztül az Isten tudja, hogy az élet tud zord lenni. Hogy az élet tud nehéz lenni. És akkor, amikor az Isten tanít bennünket az egyszerűségre, tanít bennünket a szegénységre, hiszen egy kis egyszerű gyermekként jött erre a világra, nagyon szegényes körülmények között. És az Úr Jézus az ő tanításában ezt majd így fogalmazza meg, hogy amit egyel a legkisebbel tesztek, az olyan, mint ha velem tennétek. Érdekes időszakot élünk meg, a Covid-járvány negyedik hullámát. A mai napon a közmédia segítségével gyűjtési akcióban kezdett az egész ország a Regnici István Alapítvány számlájára gyűjtik az adományokat, amivel a Covid árvákat akarják majd megsegíteni. Regnici István egy katolikus pap volt, aki a háború után összegyűjtötte az árva gyerekeket. Sokszor megtapasztalta, hogy nincs mit adni a gyermekeknek, de mégis megtapasztalta az Istennek a segítségét és a gondviselő jóságát is. Ma akkor, amikor ebben a különleges és nehéz helyzetben vagyunk, fontos, hogy gondoljunk azokra, akik megszenvedték ezt a járványt, akik elveszítettek egy-egy szülőt, vagy lehet, hogy akár mind a két szülőt is, és hogy persze a pénz nem adja vissza ezeket az elveszített szülőket, de valahogy így közösen szeretnénk kifejezni szeretetünket és együttérzésünket azoknak, akik ilyen nagy veszteséget élnek meg. Úgy gondolom, hogy ezt a világot az isteni szeretet tudja megváltoztatni. Ha megértjük azt, hogy
a Jóisten mennyire jó hozzánk, mennyire szeret bennünket, amikor fián keresztül mindent ad nekünk. És ha megértjük a karácsonynak a titkát, akkor hiszem, hogy ezt a világot mi is meg tudjuk változtatni, hogy jobbá és szebbé tudjuk tenni. Mint ahogyan Babics Mihály írja a karácsonyi ének című versében, szeress hát minket is boldosokat, lelkünkben gyújts pici gyertyásokat, csenges ígyünkön át, csillansd elénk törékeny játékunkat, a remény. Hiszünk a reményben, hogy egyszer minden helyreáll, hiszünk abban, hogy egy jobb és szebb jövő vár ránk, minden nehézség ellenére. És itt a templomban, amikor már előkészítettük a karácsonyra is a karácsonyfa díszei, égői, elénk hozzák a karácsonynak a titkát, akkor itt a templomban gondoljuk szeretteinkre, élőkre, elhunytakra, akikről hiszünk, hogy ott a másvilágban a Jóistennél vannak. Hiszen a negyedik gyertya a szeretet gyertyája, és karácsony pedig a szeretet ünnepe, amikor az Isten önmagával ajándékozott bennünket. A betlehemi lánggal az adventi koszorú negyedik gyertyáját dr. Fazekas Sándor kormánybiztos gyújtotta meg, és kívánt áldott békés ünnepet mindenkinek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Oltatya, kedves ünneplő közösség, szeretettel köszöntök mindenkit a 4. vasárnapi alkalmából. Idejött a betlehemi láng, meggyulladt a 4. gyertya lángja Barcelonában, a mai katolikus templomban, és mi ünnepelünk, a várakozás ünnepén vagyunk most egyben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévő, kedves gyermekek, áldott karácsonyt, kegyelem teljes, békés, boldog új esztendőt kívánok, jó egészséget mindenkinek. A műsorban a Györfi István Katolikus Általános Iskola második osztályosai és az Alsósok Énekkara adott karácsonyi műsort. A közös ima után a templomajtóban, aki szerette volna, a betlehemi lángról meggyújthatta saját mécsesét és hazavihette a lángot családjának. Az ünnep közös énekléssel ért véget. Immáron 4. alkalommal rendezték meg a Dériné Kulturális Központban az Olvastad már elnevezésű prózamondó versenyt. Évek óta jelen van az iskolák és a könyvtárak életében is az olvasás népszerűsítése, amelynek egyik célja, hogy a gyerekekkel megszerettessék az olvasás adta örömöket. Két napja folyik a verseny, tegnap az 5.-6. ma pedig a 7.-8. mérhették össze a tudásukat. Igazából nem is versenynek szántuk ezt, hanem egyfajta olvasás népszerűsítő rendezvénynek, hiszen nem kell ezt elmondani, hogy egyre többször mondjuk, hogy keveset olvasnak a gyerekek, de mi nem szidni akartunk, hanem sokkal inkább megragadni azt az alkalmat, hogy a kortársak egymásnak ajánljanak jó könyveket. Rengeteg jó ifjúságirodalom van a könyvtárakban, és vannak gyerekek, akik azért még ma is szívesen olvasnak, és szerintem sokkal ütősebb, ha ők ajánlanak egymásnak, mint hogyha a felnőtt mondja azt, hogy ezt olvasd el. Az általuk kiválasztott kedvenc könyvből választhattak egy részletet, amelyet kívülről meg kellett tanulniuk, maximum 7 percben elő kellett adniuk, tehát nem elég, hogy elolvasom, hanem jól elő is adom, és utána pedig ajánlaniuk kellett ezt a könyvet a kortársaknak, meg indokolni a szövegválasztást is. Az elmúlt évekhez képest, hiszen említett, hogy 4. alkalommal került megrendezésre, milyen volt rá az érdeklődés? Nagyon örültünk, hogy most jelenléttel tudtuk megrendezni ezt a versenyt, bár nagyon
rezeg a léc, mert ugye utolsó pillanatokban vagyunk, hogy már ne kelljen használnunk maszkot és egyebeket. Tavaly nem sikerült, csak online formában, de akkor is nagyon sok jelentkező volt, és ennek nagyon örültünk, mert tavaly meg az volt az érdekessége, hogy nagyon sokan otthoni körülmények között vették fel ezt a prózamondást, viszont a gyerekek elmondása szerint is azért a falnak beszélni csak nem olyan, mint egy közönségnek. Tehát itt azért az izgalom is közben játszott, meg voltak olyan versenyzők is, aminek nagyon örültünk, akikkel most először találkoztunk az idén. Természetesen volt olyan, akit már korábban karácsonyi mesemondó versenyek alkalmával is láttunk, és most itt állt nyolcadikosként, ami szintén egy nagyon jó érzés. Ahogyan említette, a tegnap délután folyamán is már sor került az 5.-6.-osok megmérettetésére, és a mai nap folyamán a 7.-8.-os évfolyam mértesse tudását. Mit üzenhetett a délután a gyermekek számára? Hát mindenféleképpen remélem, hogy elvitték azt az érzést magukkal, hogy nincsenek egyedül, amíg tudnak olvasni, és amíg örömüket lelik ebben a tevékenységben. Most új fogalomként olvastam föl a nőklapjából, hogy igazából most már élményolvasást, mint egy külön fogalmat kategorizálták be, és hogy igenis van jogosultság annak, hogy csak azért olvasok, mert szeretek, és mert olvasni jó. Fogalmazta meg gondolatait Szabó Péterné gyermekkönyvtáros. A háziasszonyok karácsony előtt igyekeznek időben beszerezni az ünnepi vacsorához a húst. Milyen árakra számíthatnak a húsboltban, kérdeztük Deák Ferencnétől. A húsboltban a vásárlók már elkezdték a beszerzést a töltött káposztához, a kacsasültekhez is. A karácsony sláger terméke a darácshús, a töltött káposzta alapanyag, dagadó a töltött húsoknak, tarja. Jönnek a disznótorosok, van egy szenteste családi szokásként ugye disznótorost süt, hurkakolbászt, és baromfiból a pulyka, a kacsatermékek, a tölteni való csirke. Az utolsó percre csak a darált húst hagyják, a töltött káposzta alapanyagot, vagy éppen a tölteni való húsokat, de baromfi féléből, akár kacsatermékekből, pulykatermékekből, csirkemellből, azokat már előre meg tudják, megvásárolják. A halászlé mellé pörkölt és kocsonya is készül, utóbbiakhoz a hozzávalók adottak. A szakember az ünnepi ételek mellé reggelire egy jó kis kacsazsíros pirítóst ajánl, vagy kacsazsíros kenyeret hagymával, bár ezek sem annyira lájtos ételek, de májpástétomot is lehet készíteni gyümölcsel, sajtokkal tálalva. Deák Ferencnék ünnepi asztalán a halászli elmaradhatatlan, de harcsafilé sütve egy kis szósszal, gyöngyiből húsleves, töltött káposzta és sültek kerülnek mellé, mákos és diós kalács, linzer és mézes kalács lesz. És mennyivel drágább a karácsonyi hús, mint ősszel? A vízi szárnyasoknál, a kacsánál, a libánál 10%-os áremelkedés volt, de a boltban napi árakkal dolgoznak, nem tudunk tervezni holnapra és holnap utánra, csak azt látják, hogy minden szállítmánynál picit emelkednek az árak. Az árak emelkedése sertésből nem tapasztaljuk, nem várható áremelkedés, viszont kacsából igen. A kacsatermékek azok most fokozatosan hétről hétre emelkednek. Mert most egy olyan 10%-os áremelkedésnél tartunk, de most azt látjuk a továbbiakban, hogy nem tudjuk még előre, de egy pár százalékot még fog emelkedni. Most még egyenletes az ellátás, és azt látjuk, hogy folyamatosan kiegyenlített az ellátás. Esetleg a kacsával bánunk óvatosan, azt figyeljük, hogy van-e annyi, tehát kapunk-e annyi utánportlást, amennyire a vásárlóknak igénye van. Azt ajánljuk mindenkinek, hogy szerezze be időben. Deák Ferencnék szenteste napján 12 óráig várják a vásárlóikat, hogy mindenki asztalára oda kerülhessen az, amit szeretne. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!